A szabadkai befogadóközpontban is egyre több a migráns. Többségük az udvaron pihen, vagy a taxisokkal üzletel, hogy mennyiért is viszik el őket a magyar-szerb határ közelébe. Egy algériai migráns már szerbül is megtanult, ami nem véletlen, hiszen másfél évre Rács mögé került Szerbiában, mint mondja, ok nélkül. Nem csak a szabadkai befogadóközpont, hanem a határmenti erdős szakaszok is teli vannak migránsokkal. A környéken élők szerint egész nap, de főleg este hordják őket a taxisok. Tegnap is mondjuk 10-et láttam egy csoportba, hogy elmentek, de mondjuk taxi az elkezdik este 8 órától, és egész éjszaka különben, úgyhogy még napközben is. Rendőrség jön, min, de olyan nagy valamit megállítik őket. Leginkább délután elkezdik. Este felé, este van 11 óráig, akkor nagy a forgalom, gondolom, hordik őket, és akkor sokszor van, amikor itt megállnak, csak azt hallunk, hogy mink bent fekszünk, akkor már de halljuk, hogy az autót csattak, akkor már tudjuk, hogy az ajtót csapjuk, ez itt kirakjuk ma este, de nappal viszik őket arra. A jó idő beköszöntével ismét egyre több migráns érkezik a szerb-magyar határszakasz közelébe. A helyiek szerint a szerb rendőrség ugyan sűrűn tart razziákat az erdőben, de a migránsok napokon belül ismét visszatérnek, hiszen a befogadóközpontok nyitottak, így az odaszállított illegális bevándorlók szinte azonnal távozhatnak.